Rádió Kabari a Tália téli kertből. A házigazda Vida Péter. Köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim, ez a Rádió Kabari a Tália téli kertből, én pedig a házigazdájuk Vida Péter vagyok. Magyarország, beleértve a ma már külhoni részeit is, bővelkedik furcsa vagy érdekes nevű településekben. Itt vannak rögtön a hosszú nevű, gyakran egy, kettő vagy több falu egyesüléséből keletkezett települések, Erdélyből a már nem önálló, de abszolút csúcstartó Nyugati Felső Szombatfalva 24 írásjeggyel, Keleti Felső Szombatfalva 23-mal, Szép Kenyerű Szent Márton 22, Homorót Karácsonyfalva, Alsó Barbatyen Iszkrony 21-jel. Jó, ez két faluból lett, Alsó-Barbatyenből és Iszkronyból. Káposztás Szent Miklós, Blidirászaház csoport, Nyárát Szent Benedek. A kis hazánk területén található közel 3200 helységből pedig a ma már nem önálló református kovácsháza, Péliföld Szentkereszt, Nemes Boldogasszonyfa a csúcstartók, és az önálló Jász Felső Szentgyörgy, illetve Jász Alsó Szentgyörgy 20-19-el, Balaton Szentgyörgy, Nyugodt Szenterzsébet Szentkirály Szabadja, Táplál Szentkereszt, Balaton Mária Fürdő, Szabad Szentkirály, Csernelháza, Damonya. A csernelházi, csernel-nemesi család nevéből 1925-ben egyesítették, ugye? Diós Förge Patony, Görcsöny Doboka, Karakószörcsök. A Morgota és Bedeg összeolvadásából létrejött Markota Bödöge. Ökörító Fülpös, Póka Szepetk, Nemes Rempe Hollós, Egyházas Dengeleng. Az elnevezés állítólag a szláv eredetű Dinka Denga szóból, ami egy piros szőlőfajtát jelöl, nem azt, aki sokat fogyasztotta, és amiatt lesz esetleg Dinka. Makkos Hogyka, Iklód Bördőce, Nagy Tőke, Marx, ha még élne, ordítva dönteni le a helységnévtáblát. Pornóapáti. Szombathelytől 16 kilométerre, valószínűleg a szláv Pernovo helységnévből, de már az 1200-as években is Pornó néven említették. Ausztriához csatolták, népszavazáson úgy döntöttek, hogy mégis ide szeretnének tartozni, Páger Antal is élt ott sokáig. Aztán Póka Szepetk, Lickó Vadamos, Baktüttös, Röjtök Muzsaj, Vindornyalak. Csodálatos a felhozatal. Ezzel szemben a legrövidebbek. Bő, apa, baj, fáj, rum. És lég. Lég azért érdekes, mert ezen a településen tüdőszanatórium működik. Ha valaki bemutatkozáskor undi, apci vagy ukki, az nem feltétlenül szőkenő, meg van fázva vagy csuklik, hanem valószínűleg a következő helyekről származik: und, apc és ukk. Ha a Barcstól északnyugatra fekvő község Rinyaújnép neve némi hezitálásra utal, akkor ezzel ellentétesen itt vannak a nógató, ösztönző nevek. Nosza, keresd, ne keresd! De nem szorult háttérbe az anatómia sem. Ajak, beled, kebeles, könyök, köröm, lábfalva, lábatlan, sarkad, talp, toka. És megjelenik a monda, valamint hiedelemvilág, egy erdélyi száz falu mese nevet viseli. De ott van a felvidéki Malacka, Burgenlandon Füles, vagy akár egy mai fantaziba illő Varázsliget, Szilsárkány, Bősárkány, Farkasgyepű, vagy a burgenlandi páros Vasnyúlfalu és Vasfarkasfalva. A matematikusok kedvelt üdülőhelye Gyökös, az asztalosoké minden bizonnyal Fűrész, a méhészeké méznevelő, a horgászoké halastó, a navosoké pedig a kifejezetten gyerekekkel előnyös vámos család, a mezőgazdászok preferált pihenőhelye kasza, a vendéglátósoké konyha, a nagyevőké karaj, ahonnan akciósan foglalható bélörvényes. A kozmopolitákat pedig egész világ várja. De van, ami egészen összetett tevékenységeket fejez ki, például a kölcsönszerszámokkal munkálkodó favágók kedvence Bérbaltavár,
az intelligens véleményütköztetést sejtető nemes vita, esetleg az A jelű szerszám párja, amit elrágtak az egerek, B lapát falva, illetve az utazócsomag gazdájának üzleti vállalkozását megelőlegező hagyáros bőrönd. Netán a villanyszerelési és vagy utazási szempontból releváns felvidéki kisülés. Figyelem, higiéniailag sem elhanyagolható, hogy mosdós, nem határos se forró, se hideg víz, sem füle és körömfalvakkal. Viszont nagy csula, fertőd és ragá is messze esik tőle, akárcsak sáros szék és vaszar. Sári egy bugyival szomszédos falu, ma Dabas része, én leellenőriztem, a térkép szerint Sáriba tényleg bugyin keresztül lehet eljutni. És akkor a végén még ott van Láncsók, Alsófarkadin, Csesznek, Csiklóbánya, Heréd, Mogyoród, Ondód, vagy Szopok. Igaz, ez utóbbit 1928-ban átnevezték Mecsekfalura. Köszönöm szépen. Nem tudom, önök hogy vannak vele, hölgyeim és uraim, de én minden reggel bemelegítéssel kezdem a napot. Hangosan mondom magamnak egy és fel és kettő. És fel, és három, fel, fel, magasabbra felhúz, és aztán ugyanezt megcsinálom a másik szemhéjammal is. Kezdjük hát a mai kabarét mi is bemelegítéssel. Már is következnek Szabados Gábor elmaradhatatlan apróságai, melyeket előadnak Bozó Andrea, Bezerédi Zoltán, Csúlya Imre, Elek Ferenc és Vida Péter. Kenutúrán voltak a Dunán. Merre voltatok a nyáron? Egy szép dunai kenutúrán. Az tényleg szép lehetett. Pestről indultatok? Igen. És meddig mentetek? Át Budára. Megcsalta a felesége. Márta, megcsaltál te engem valaha? Az az igazság, hogy néha igen, de néha nem. Fellebbez az ügyvédje. Hogy áll az ügyed a gondatlan veszélyeztetéssel kapcsolatban? Fellebbez az ügyvédem, szerinte nem gondatlan veszélyeztetés volt. Ha nem? Gondos veszélyeztetés. Nagy szerelem volt az övék. Ágnes, emlékszel, milyen nagy szerelem volt a miénk? Emlékszem, Béla. De én nem vagyok Béla! Én sem vagyok Ágnes! Hallja a növények beszédét. Maradj csak egy kicsit csendben. Hallod? Mit? A növények beszédét? Nem hallom. Füle jobban. Akkor se hallom. Akkor tudd meg, hogy én viszont hallom. Fantasztikus, ez csodálatos képesség. Hallod a növények beszédét? Most éppen mit mondanak? Várjál! Azt, hogy milyen rengeteg ostoba ember van, aki ezt a baromságot beveszi. Rendelőben. Doktornő, akarja, hogy levetkőzzek? Nem akarom. És maga levetkőzne? Dehogy vetkőznék le. Jó, hát ha ilyen szégyellős, küldjük ki a folyosóra az asszisztensnőt. Nem volt ott a temetésen. Nem láttalak szegény Tihamér temetésén. Nem voltam ott. Miért? Ő se volt ott az enyémen. Hosszú eseménydús nyár áll mögöttünk, bőven lesz hát mit megbeszélniük a csátiaknak is.
ezért nem is húzzuk az időt, már is kapcsoljuk a falugyűlést, ahol várja önöket Bozó Andrea, a szerző Ihos József, Mészáros Máté, Nádas György, Schneider Zoltán és Vida Péter. Tisztelt falugyűlés! No. A mai alkalommal csupán egyetlen napirendi pontunk akad, mégpedig a faluval kapcsolatos kérdések megbeszélése. Arra gondoltam, hogy az idén ismét megszervezzük a csáti elszármazottak és rokonok találkozóját. Mit szólnak hozzá a Lík? Helyes Lík! Levéltári kalamolásim során kiderítettem, hogy a Cilinger bácsi oldalági rokona a Frank Birodalom majordómusza, Kis Pipin. Ja, igaz, de magyarosította a nevét. Mire? Húgyos Józsia. Most Svédországban él. Ha hogyan került oda? Távolugrással. Ugyanis 72-ben Rákos Palotán nekifutott, Hegyeshalomnál dobbantott, Göteborgba ért földet. Ha meg itthon van, akkor álnevet használ. Akkor hogy mutatkozik be? Úgy, hogy Nádas Gyuri. Az én anyósom meg szerintem szittya. Miből gondolja, hogy szittya? Ha mert folyton a feszültséget szittya. Én megtanulni tévéből magyar földrajzi nevek? Hogyan? Egyik csatornán mutatni Dunatisza köze, másik csatornán mutatni Csalló köze. És a felnőtt csatornán? Etel köze. Erre az alkalomra hazalátogat Olaszországból a falu kastélyának egykori tulajdonosa, gróf Retyezáti Szalicil. Majd én köszöntöm, mivel olaszból középfokú felsőfokon van. Lícsalád is beszélni olasz? Na de milyen fokon? Budafokon, ott lenni nyelviskola. Azt tanálni, hogyan fogja majd köszönteni? Úgyhogy ciao ragazzo. Micsoda padlóragasztó? Aj, mama, ha magában annyi a nyelvérzék, mint tyúklétrában a fejkolaj. No. Kínálok majd a vendég tiszteletére majd mákus gubát. Tényleg annak változott valamit az elkészítési módja? Hát, csupán annyit, hogy régen sok mák kellett a gubához, most meg sok guba kell a mákhoz. Szerintem a katonénit ne hívjuk meg a fogadásra, mert ha levág egy tyúkot, akkor a lábait mindjárt felvarja az otthonkájára. Ja, még csinálja ezt, mama? Mert újra divatba jött a csuklám minta. Egy levéltári oklevél szerint a katonéni otthonkáját már Anonymus is megemlítette a Gesta Hungarorumban. Kandes Otthonkus Katinkórium néven. Mivel már akkor is olyan bukéja volt, hogy 4 hétig feltartóztatta a Batukán portyázó hordáit. Na, amíg maga a levéltárban kalamolt, addig én elvégeztem egy pénzügyi szaktanfolyamot. Így valóságos tőzsdecápa lettem. Na, mit szól hozzá, tanárnő? Édesem, lehet, hogy a tőzsdén cápa, de nálam tegnap este inkább ebihalnak néztem. Aztán róla milyen pénzügyi véleményt mondanak? Hát a ránézésre az, hogy szerintem kettőnk tőkeindexe legfeljebb 2. 2? Mi? Magának egy sincs? Jaj, ne ízléstelenkedjen nekem itt a Cilinger bácsi. Főképp, ha nem ért hozzá. Majd elfelejtem. Hát képzeljék, a tanárnő meg babát vár. Gratulálunk! Igen, és szerintem 3-as ikreim lesznek. 3-as iker? Honnan tudni? Mert vettem a patikába 3 tesztet, és mind a 3 pozitív lett. Már babát vár, hiszen csak most szombaton lesz az esküvője. Hát, sem megerősíteni, sem megcáfolni nem akarom. Lícsalád szívesen menni magyar lakodalom. Azok Kiskörúton. És mikor tanult meg cifrán káromkodni? Mikor lenni útfélbontás Nagykörúton. Aztán polgárosan, mesterkedő uram, miből lesz pénzünk erre az elszármazotti találkozóra? Hát létrehozunk egy alapítványt. Még a katonénit is bevesszük a kuratóriumba. Jó, de előtte szóljanak, mert akkor arról is megmosdózom. Örömmel jelentem, hogy ismét meglátogatja a falunkat a kis térségünk független képviselője,
mennyi időt is tölt el nálunk, tanárnő? Hát, ha a két fekvő rendőrünk előtti lassítást is beleszámítom, akkor cirka 11 másodpercet. Engem ez a 11 másodperc is kielégítene. Ja, ezt már néhányszor tapasztaltam. Na, Lé úr, maga szerint ez a 11 másodperc nem kevés ahhoz, hogy megismerje az eddigi eredményeinket? Nem lenné kevés, sőt, maga eredményeit ismerve még sok is. 11 másodperc, én ennyi idő alatt meggyógyulnám az összes bűnömet a plébános úrnak. No, ne szerékedjen, mama, magának ahhoz 11 év is kevés lenne. Majd elpanaszolom neki, hogy maga költségvetési hiányunk pótlására gyanúsan sugárzó hordókat ásatna el a falu főterén. Egyetértek, mert eddig a faluba csak egyetlen hasadó anyag volt, név szerint a Cilinger bácsi klotnadrágja. De máma már nem hasad tovább. Cilinger bácsi, azért maga is csak mostanság lett ilyen bátor ellenzék. Nem igaz, nem. Én már a Kádár rendszerben is ellenzéki voltam. A politikába? Nem, a hálószobába. Ugyanis ellenéztem, hogy az asszony közelebb húzódjon hozzá. Viszont Cilinger bácsi lenni nagyon szerencsés ember. Én miért? Mert feleség lenni olyan cúna, hogy minden évben leírhatja az adójából. Na emberek, nézzék! Én, mint a csáti iparkamara és az otthoni éléskamara titkára javaslom, hogy vegyük fontolóra a falu központjában létesítendő atomtemető kérdését. Gondolják el, ezeknek a hordóknak csupán 32 000 év a felezési ideje. Hát azt játszva kibírjuk. Bolerász úrnak mennyi lenni felezési ideje? 3 másodperc. Hogy? Hát mert annyi idő alatt iszom meg egy fehér üveg bort. De gondoltam a szórakozni vágyókra, és a nyugati vendégeknek megnyitjuk a csáti rulett kaszinót. Hogy fog az működni? A Cilinger bácsi megpörgeti a zsíros műbőr kalapját, és aki eltalálja, hogy hány lyuk van rajta, az nyer. Inkább örüljön a Cilinger bácsi, hogy megúszta épp bőrrel, ugyanis tegnap este kigyulladt a pizsamanadrágja. Hát hogyan gyúlott meg, Cilinger bátyám? Tudja a fene, már javába lángolt, mikor főhúztam. Remélem, hogy jövőre ismét engem választanak. Már az se volt jó húzása, hogy a kocsmáros rokonát protezsálta be börtönparancsnoknak. Miből gondolja, hogy kocsmáros volt? Amúgy este 10-kor azt kiabálta, hogy uraim, záróra, és az összes rabot kizavarta az utcára. Ráadásul az unokaöccsét nevezte ki a csillagász szakkör vezetőjének. Jó, lehet, hogy rokon, de igazi szakember. Szakember? Hát tegnap kérdem tőle, hogy hány kilométerre van tőlünk a nap. Erre azt mondta, hogy nem tudja, mivel csak 2 hete lakik csáton. Inkább az a baj, hogy már Lee üzletei se olcsók. Csak azt nem értem, hogy miért mondták át éveken keresztül mindenre, hogy 1500, 1500. Mert ez módszer is lenni Lee. Milyen Lee? Becsa Lee. Befejezésül azért egy dolog érdekelne Lee-ként. Ha mondjuk mi, csátiak mennénk úgy Kínába, mint ahogy maguk jöttek ide, akkor mi a pénzünkkel mire vinnénk maguknál? Hát, ennyi pénzzel ott lenne mindenkiből Lee. Milyen Lee? Pro Lee. A malakológia a csigákkal foglalkozó tudományág, amely minden bizonnyal szintén nagyon testhez álló lenne számára, de ő mégis mindannyiunk legnagyobb, mi több elnyújtott örömére a nevettetést választotta. Hölgyeim és uraim, Hajdú Balázs! Nagyon szépen köszönöm. A fogyásom történetét szeretném elmesélni, mert láttam videó megosztókon, hogy ezt szeretik az emberek, aztán gondoltam, hát, ha érdekli őket is. 2 hónapja még 75 kg voltam, most pedig 72. Így nagyjából ennyi. Azt, hogy csináltam, nem tudom, de ez a jó, mert amúgy lehet, hogy visszajönne. Szerintem kevesebbet ettem. Ez a gyanúm. De nem emlékszem rá teljesen, hogy mikor, mert előtte is volt, hogy nagyon sokszor nem ettem. És így emiatt nehezebben tűnik fel. Illetve van egy kis testképzavarom,
tehát látszik rajtam, hogy nagyjából azért átlagos testalkatom van, de belül így lelkileg én azt érzem, hogy ki vagyok pattintva. Sok minden ilyen parám van még, de sok ember pedig a pókoktól fél. Jelentkezzen már, aki fél a pókoktól. Hát azért egy ember mégiscsak fél. Akkor önnek magyarázom, hogy én azért nem félek a póktól, mert nálam is szokott otthon lenni a falon. Én azt csinálom, hogy mikor meglátom, oda teszem az ujjamat, ahol a pók van, és mire oda teszem, már nincs ott. És minek féljek valamitől, ami nincs. Azt hiszem, ez így logikus. Amitől félek, az a döglött pók, mert volt az is a falon. Eleve nagyon félelmetes volt, mert láttam, hogy pók, de csak két lába van. És akkor mondom, nem érdekel, azért oda teszem az ujjam, és az ott maradt. És az elég félelmetes volt, főleg, hogy akkor még otthon laktam anyámnál, aztán tudtam, hogy ki fogok kapni, hogy maszatos lett a fal. Nekem egyébként kutyám van, éreztem, hogy el kell menni vele szakemberhez, főleg magam miatt, és megtanították nekem, hogy üljön le a kutya. Ez nem olyan egyszerű, mert én mondtam neki azóta is sokszor, hogy ül, és hát legtöbb esetben marad állva, de mit csinálják, hogyha ez állva szeret ülni? Meg van olyan, hogy hülyeségeket eszik a utcán, szakember azt mondta, hogy amint hülyeséget evett, rögtön nyomjak be a szájába erős paprikát, és így tettem, és kiderült, hogy azt is szereti. De fura világban élünk, például van az Elon Musk, aki kitalált egy olyan autót, amiben nem ül senki, és megy. Hogy ez állítólag nagy dolog, csak mondom, hogy szerintem annyira azért nem. Mert most eddig is volt autó, amiben nem ült senki, annyi, hogy nem ment. Most már megy, hát gratulálok. Jó, mondjuk nekem más autóval megy, 94-es járgány, ami sokszor akkor sem megy, hogyha ülnek benne. De szerintem a feltaláló úr nem gondolt a sofőrökre legalábbis etikusan, hogy mi lesz velük ezután, hogy otthon nyírják a füvet, aztán telefonálják, hogy a kocsi meg elment a haverokkal Balatonra. Egy jó autós mozi, utána még egy mosás hazafelé, az ki tudja, hogy mikor ér haza. Meg hogy létrejött ezek szerint az a szituáció, hogy majd egy sofőr nélküli autót üldöz egy sofőr nélküli rendőrautó. És hogyha elkapja, mi fog történni? Hogy így utolérte, látják, hogy nem, vagyis hát nem látják, hogy nem száll ki egyikből se senki, 5 percet válnak, aztán mennek tovább. Egyébként amiken mostában még gondolkoztam, például észrevettem, hogy a Margit szigeten a futók többsége nem nyújt. És így azért nem sokat érne. Én meg csak nyújtok. Úgy vagyok vele, hogyha véletlen elkezdek futni, akkor ez már legyen meg. Vagy például ott vannak a részegek. Hogy miért van az, hogy a részegek szétdobálják a szemetet, összefirkálják a padot, hangoskodnak. Miért nem az van, hogy mondjuk szelektíven összegyűjtik a hulladékot, a kátyút kiavítják, aztán rohadt halkan hazamennek, reggel meg megy az ember az utcán, azt látja, milyen nagy rend van, ó, hát itt voltak a részegek, biztosan. Van még egy kedvenc emberem, az Messi, nem tudom, ki szereti őt, ő nagyon gyors, de csak azért, mert motiválja őt a labda. Nem lenne ott a labda, akkor ő szerintem nem futna semmit. Én ezt így látom rajta. Ez ilyen karmikus dolog lehet nála. Szerintem előző életében ő egy halász volt, ült a csónakban, beledobta a hálót a vízbe, aztán egyszer kifogott egy labdát, és akkor azt mondta, hogy gól. És azért született meg Messi. Ez az én teóriám. Nem biztos, hogy így van, mert minden, ami mondok, most nem biztos, hogy így van, de a fejemben biztos, hogy igen. Sokáig az volt a probléma vele, hogy tehetséges, de féltek attól, hogy kisnövésű, és hogy egy focistának azért valamennyire magasnak kell lennie, gondolták. Hát nekem is furcsa volt. Vannak szakmák, amiket így fura elképzelni. Például volt egy fodrászom, akinek sampon allergiája volt, és kesztyűben mosta a hajamat, az húzta rendesen, úgyhogy
többet nem járok hozzá, mert párszor járnék, aztán már nem kéne. Akkor például ne menjen szerintem szakácsnak, aki nem szereti az ételt, vagy ellenőrnek, aki szereti az embereket, vagy humoristának, akinek nincs semmi lelki baja. Köszönöm szépen a figyelmet! A reklámok teljesen behálózzák életünket, amit a most következő jelenet is elementális erővel tár elénk, hölgyeim és uraim, érkezik annak két értelmi szerzője és előadója, Aradi Tibor és Varga Ferenc József. Számlanyítási akció a Ráfázol banknál. Nulla forintos csomagunknál bármennyit fizet be a hónap végén, a csomag nevével megegyező összeg lesz a számláján. Ingyenes telebankszolgáltatásunk keretében a nap 24 órájában hívhat minket. Sokszor 24 órán keresztül. A telefonos applikáció segítségével pedig nyugdíjas ügyfeleink életben maradási ösztönének megszüntetésében is segítségére leszünk. Ráfázol bank, ahol 100 forintnak 40 a fele. Ilyen egy reklám ma az a baj. Ha megtudom, ki írta, jön a baj. Ami a fején van, az a haj, és amit majd rákenek, az a vaj. Ezzel a reklámmal az a baj, hogy mérget nyelek tőle ma hamar. Az lenne igazán a pazar, ha eltűnne végre ez a ganaj. Szia, Judit! Nézd, milyen száraz és csúnya a bőröm! Munkába kéne mennem! Mit csináljak? Hát, ha szellemvasúton dolgozol, akkor semmit. De most komolyan, nincs rá megoldás? De van! A Rumificin Dabrion Filter Primpili Proanzé Momrom Kempele Zsövönzé Kruszti Karckém Bebricin és Truporé hatóanyagai a Flavanzé erejével késztetik bőrét Cullináris Kompola Saslikopás debergyére. A Szomtropopázsa pedig a klimpiráldásos hatásával veszi fel a harcot a Szatiláris okozta Emblacium csavirtákkal. Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy a magyar nők 85%-a dől be ennek a dumának, pedig csak szappan és olaj van benne. Rumificin, hogy leégjen a bőr a pofádról. Szenzációs ajánlatok a Liszpaszkóban. A darált marha most 80 helyet csak 40 deka. A fürtös paradicsom 850 forint helyett 410 forint, de a kollégák már hazavitték. A szeletelt mindent bele párizsi 650 helyett 910 összetevőt tartalmaz. Képzeld, Lajos, az anyámnak 40 fokos láza van. Akkor majd viszünk neki nyomikolor mosóport. Azt meg miért? Hát, mert az új nyomikolor már 40 fokon hat. Kóstold meg az új trutyi citromos üdítőt, majd küldd be a kupakon található kódot SMS-ben, és nyerj vele egy másik kódot. Ha már 10 kódod összegyűlt, akkor küldd be azokat is, és részt vehetsz egy sorsoláson. Nyerd meg a 40 darab szúnyog csípés bármelyikét, vagy egy mindent a lábkörömről magazin előfizetést. A fődíj egy álomutazás Balira. Ha szerencséd van, tiéd az álomutazás, feltéve, ha éjszaka sikerül arról álmodnod. Megkérdeztünk néhány érintettet, használ-e műfogsor ragasztót? Én igen, azon se tudom kiszedni a pohárból. Kovács Béla vagyok, 53 éves, 30 éve foglalkozom mosógépjavítással, hát most már csak sikerül. Füldugó akció! Most vásárolj szuperáron! Most akár 8000 forintért is megkaphatod azokat az óriási füldugókat, amik nem férnek el a füledbe! Így mindig hallhatod, hogy ez a pont! Hú! És tényleg minden sarkon átvehetem a csomagomat?
gyerek! Minden sarkon nem veheted át ugyanazt a csomagot! De miért? Mert a másik csomagodat tévedésből egy másik helyre küldtük! De miért? Hogy ne csak a reklámunktól legyél ideges, hanem a szolgáltatásunktól is! De miért? Ez a pont, hú! De miért? Ez a pont, hú! De miért? Ez a pont, hú! Az őszi iskolakezdés egyik legszórakoztatóbb eleme minden bizonnyal a szülői értekezlet, amikor nagy plénum előtt derül ki, hogy a tanárok miért nem értenek egyet a szülőkkel. A szülők miért nem a tanárokkal, illetve leginkább egymással, mennyi pénzt kell majd beküldeni a gyerekkel, azt tavaly kisikkasztotta el az osztálypénzből. Egy szóval a szülői értekezlet az oktatás nagy nemzeti panasz napja. Nem árt tehát egy határozott osztályfőnök, aki már az első pillanattól kezdve erősen fogja a szülő közösséget úgy, ahogyan a most következő tanárnő teszi Zsombori Pál számában, hölgyeim és uraim, a színpadon Bozó Andrea. Kedves szülők, megkérném önöket, hogy jöjjenek egy kicsit közelebb. Mit mutogat apuka? Ja, bocsánat, nem apuka, hanem anyuka. Megtévesztett a bajusz. Ja, igen, most feltettem a közellátó szemüvegemet, már oké. Na, hát először is bemutatkozom. Esné Borbála, Anasztázia, Frézia, Melánia vagyok. Egyszerűen szólítsanak csak Mirandola von der Kanterbunner Alexandrának. Hát én leszek mostantól a gyermekek osztályfőnöke, óvoda kis csoporttól egészen az érettségi vizsgáig. Tájékoztatom a hátsó sorban helyet foglaló apukát, hogy többet nem kell kacsintania, mert nem az esetem. Na hát most akkor ki fogok osztani egy űrlapot. Ezen a lapon kérdéseket látnak. Igen, apuka? Ja, hogy az ön lapján nincsenek kérdések? Ha esetleg megfordítaná. Nem fejjel lefelé, hanem nézzük meg a lap másik oldalát, jó? Megvan? Hát boldogság. Meglettek a kérdések. Hát akkor felhívnám a kedves alulintegrált szülők figyelmét néhány szövegértési hibára. Az első, sokszor félreértett kérdés a gyerek neme. Ide legyenek szívesek nem azt írni, hogy de igen, hanem a legjobb belátásuk szerint válaszoljanak, vagyis a gyerek neme lehet fiú, vagy lány, illetve nem tudom. Most pedig röviden ismertetném a tanmenetet. Óvoda, kis, középső és nagy csoport. Az óvodánk jelmondata mindenütt jó, de legjobb otthon. Hát mi el szigorúan tartjuk magunkat. Ennek szellemében mindegyik gyermek home office-ban végzi el a 3 évfolyamot. Általános iskolánk jelmondata, játszani is enged. Mi ebben abszolút partnerek vagyunk. 8 évig home office. Középiskola. Jelmondatunk, nem nekünk, hanem magadnak tanulsz. Mi a legmodernebb oktatási módszert alkalmazva nem befolyásoljuk az amúgy is nehéz kamasz éveket. 4 év, home office! Végül az érettségi vizsgával zárul a nálunk eltöltött 15 év. Jelmondatunk az érettségire, mindent lehet, csak akarni kell. Az ehhez tartozó számlaszámot e-mailben küldöm el önöknek. Kedves szülők, hát akkor én kívánok önöknek jó munkát, illetve okos és életre való modern tudással rendelkező talpra esett, jól nevelt gyermekeket, az én és a Bolondistók 15 évfolyamos tanintézet összes dolgozója nevében. Home office! A nyártól lassan búcsúzhatunk, de ne csüggedjünk, hiszen az ősz is tele van jobbnál jobb programokkal, fesztiválokkal. A legizgalmasabb programok csokrát már is átnyújtja önöknek őszi fesztivál ajánlójában Maksa Zoltán.
Szép napot kívánok, tényleg a bőség zavarával küzdöttem, mikor mazsolázgattam a programok között. Legyen a jelszó, bulizzunk, van mit elfelejteni. Menjünk, amikor csak időnk engedi. Találkozzunk például a Szóda Bikarbóna Fesztiválon Műtyűcsülkösön. Végig a fesztivál folyamán lángos festés, kuka szépségverseny, tűzoltó bemutató, naponta többször is bemutatjuk Kovács Lajos helyi tűzoltót. Szexi autómosás a tulaj által mesztelen nős önkormányzati losolókannával. Jóslás életrajzból, mutasd a személyedet, megmondom, ki vagy. Rántáslevétel, stb. Stb. Este Majka Poszter koncert, mert hogy nem ért rá. Utána Várandós Tenyészbikák nevű együttes, és végül a Fakusztik, a helyi favágók újatlan fűrész együttese. Itt a részletes program, nem ússzák meg ennyivel, 9 órakor reggel bontókalapácsos ébresztő. 10 óra megátalkodott és csúnya gyermekek felvonulása. 10-től 11-ig az önkormányzat sátrában Csücsök Béla távgyógyító. Béla az egyik leghíresebb magyar távgyógyító, gyakorlatilag bármilyen távot képes meggyógyítani, legyen az 30 cm vagy akár több kilométer is. 12 óra 30 perckor rendőrrel egybekötött kutya bemutató. 13 óra bugyor és erjedke, tegyél egyensúlyozók. 13.30 Veres Rózsa népdalkör. A helyi nyugdíjas énekegyüttes ez alkalommal arról énekel, hogyan sikerült Patai Marika nének otthon véletlenül stronciumot előállítania. 14 óra, indul a zsiráfkitömő verseny. 16 óra 30, féktelenül. A 15 óra 10-es kukucsbotánkai buszjárat váratlan érkezése és áthaladása a résztvevők között. 17 óra, zumba a nagy színpadon. Tartja a bal lábáról elnevezett Fatima. 19 órakor, operett gála, Dőfösi Kancsikó László és Andalgó Katalin hallókészülék nélkül című meglepetés műsora. 19 óra 15 perckor a Falu Mazsor egy csoportjának 50 éves jubileum alkalmából rendezett felvonulás az eredeti tagokkal. Elől a csoport legelső, ma 70 éves tagjai haladnak, akik már egy egészen más botgyakorlatot mutatnak be. 19.45-kor kezdődik egy látványos bűzzsonglőr bemutató. 20 órakor sztárvendégeink Korda György és Balázs Pali koncert, melyen felcsendül a nagy sláger a Repkény. Estére szerettük volna meghívni a TNT együttes, de a tűzszerészek nem engedélyezték. Így a nagy színpadon a Szélhajtó együttes kezd, akik megzenésített verseket zenésítenek meg újra, pedig nem kéne. Utána jön a Bihari népdalkör, Fölszállott a cápa címmel. Este pedig a sikeres fogyókúrája nyomán Csontsovány, Szikora Ropi ad koncertet. A fesztivál teljes bevételét az augusztus eleje óta egy villanyoszlopot támasztó Harmad Pista bácsi elmozdítására ajánljuk fel. Jó szórakozást kívánok! Mondhatnók, hogy ő a kabaré olimposzának Hefaisztosza, hiszen mindig több izzóvasat tart a tűzben, a végére mégis mindegyiket megnyugtatóan kikovácsolja, miközben a tudás szorosának Szküllája és Karübdiszeként is fellép, hogy senki se kerülhesse el a szellemi kupálódást, aki figyelmezve követi szavait. Mondjam, vagy már úgy is tudják. Hölgyeim és uraim, Fábri Sándor! Köszönjük szépen, nagyon kedvesek! Időnként érnek ilyen apró traumák, és ahogy halad előre az ember a korban, ezek az apróságok teljesen ki tudják borítani. Hol a ceruzám, hol a szemüvegem, és a többi, és a többi. Ma eltűnt az egyik fél papucsom. Ültem a kertbe,
Kicsit letettem, részben, hogy a papucs is szellőzzék, a lábam is, és lenézek, nincs a papucs. Nyilvánvalóan Harry úr a felelős, és kérdezem tőle, mutatom, körbejártam a kertet fél papucsba, tehát így billegtem, meg is fájdult a derekam, mondom, Harry, volt ért a papucs? Hol van, gdje? És ilyenkor úgy tud rám nézni. Olyan ártatlanul. Ő egy tökéletesen betanított kutya, mindent tud, csak nem csinálja. Tehát mondom neki, hogy ül, és látom az arcán, hogy a tehát látom a szabotás elégedettségét szörmók muki fején. Na, a lényeg az, hogy nincs meg a papucsom. Ezt családom nőtagjai nagy-nagy örömmel fogadták, ugyanis ezzel a papucssal az történt, hogy én nagyon szeretem a brinzát. Tudja, mi a brinza? Büdös sajt. És egy alkalommal kicsit lepotyogott, hogy nem egy kis brinza. Anyám már fiatal koromban mondta nekünk, hogy ti se vagytok valók parkettás lakásba. És valahogy egy-egy ilyen brinza granulátum, egy-egy brinza morzsalék behatolt a papucsomba. Ezt nem vettem észre, és a papucsomban ezt én szétkentem, beledolgoztam, belepasszíroztam. Ugye ennek volt annyi előnye, hogy mondhattam, hogy ez nem tőlem ered, ez a kicsit ambivalens illat, hanem ez a brinza. Próbáltunk mi mindent, nem nagyon lehet vele egy légtérbe lenni, ez kétségtelen, de nem akartam lecserélni, hát 8000 forintba került egy valódi bőr papucs, és ugye a papucsnak a legnagyobb értéke, hogy be van járatva. Ugye hát egy új papucsba villogni, hát az gyötrelmes, azt az ember nem akarja. Na most van ám ennek egy előzménye, és annak is van egy előzménye. Sok évvel ezelőtt Bubi kutyám, akire talán még emlékeznek, aki szerepelt a műsorban, és olyan jó és olyan okos kutyám nekem az életben nem lesz. Volt azóta sok mindenki. Jaj, most egy új fulladdi kollégával barátkozom, azok cukik. Megveszed őket ilyen pici mackók, és akkor egy szűk év alatt 80 kilósak lesznek, teljesen nyugodtak, nem tudsz fürdeni, mert kihoznak. És olyan cuki fejük van, hogy elmondhatatlan, tehát teljes bundások. Ugye Bubiról azt kell tudni, hogy az édesanyám kutyája volt, és mindig vele volt, tehát nem volt egyáltalán egyedül. És ezért nekem mindig vinnem kellett, mentünk fellépni, ül, fekszik, kulturáltan szórakozik, ugye talán még emlékeznek erre a mondásra, ő szerepelt a műsorban is teljesen kulturáltan, és ha a taps kitört, ugye még abban az időben kitört, és akkor abban a pillanatban, hogy vége volt a műsornak, Bubi felpattant és hozta a pénztárkönyvet. Ugye ő vízi vadász kutya, tehát ilyen úszóhártyája is vannak minden, és akkor vettem életem első, amiben a Dunatúrán voltam, életem első fain vízi szandiát, ami akkor került 6400 forintba, hát ma biztos 20000 vagy ilyesmi, de akkor ez egy rettenetes összegnek tűnt, na nem részletezem, imádtam, be volt járatva, és egyszer csak az egyik párja eltűnt. Hát tudtam, hogy Bubi ásózik, szeret, kisebb vizeket is talál, meg mit tudom én, lejut mindenfajta rétegekbe. Na a lényeg az, hogy ő se árult el semmit, kész. 3 évig őriztem ezt a papucsot. Mondom, biztos előkerülhet az. Na 3 év után azt mondtam, jó van, hát ez most már nem jön elő. Természetesen a következő héten kellett valami komolyabb ásózást csinálni, előjött a másik fel. De ennek is van előzménye, egy nagy filozófikus történet, édesapámék eveztek a két háború között, és akkor a vízbe, teniszcipőbe mentek be.
és atyának az egyik teniszcipője beragadt az iszabba. Lebukott, mindenki nézte, nem találták. Evezgetnek, egy idő múlva azt mondja, atyám, most mit csináljak egy fél teniszcipővel? Puff, bedobta a Dunába. Mentek még egy fél kilométert, és a másik ott volt az egyik ágra fölakadva. Szóval ez nagyon tanulságos történet, tehát én a bubiféle szandál esetében is jól gondolkodtam, de nem vártam eleget. Nyilvánvalóan persze, ha várok, akkor nem kerül elő, ugye ez Murphy törvénye. No, hát idén nyáron megismételtük a 24 évvel ezelőtti Dunatúrának egy pici szakaszát, ugye akkor az volt az egyik emlékezetes jelenet sok más mellett, hogy hát eleve ezek újpesti melósok voltak, akivel mentem, akiket én nagyon bírtam, ők mélyen tettek arra, hogy én a tévében pofákat vágok, meg minden, az számított, hogy a túrán mit produkáltál, egyszer nekiütköztem Ertinger Imre heggesztőnek, mondtam, bocsánat, azt mondja, nincs bocsánat, figyeljél, uborka. És akkor tudtam, hogy mi a kódrendszer, és hogy kell itt megélni, és hogy kell itt vircsaftolni. Na a lényeg az, hogy egy-két drága dolgot már akkor is vettem. Mert már akkor se voltam fiatal. Vettem például önfelfújó polifómot, amit az egyszer ember polifónnak mond természetesen, mint a neoprént úgy mondja, hogy neoprém. Illetve a szorgalmi utat úgy mondja, hogy szorgalmi út. Kicsit elszomorodtál, hozhatok még ilyen nyelvi apróságokat, egy szabadba kerül. Na a lényeg, ez akkor került 60 000 forintba. De kinyitottam este a szelepet, és fölfújta magát. Volt egy Ákos nevű túratársunk, neki volt sátor fűtése. És miután a Dunatúrán az első két hétben zuhogott az eső, randomba, ahogy a kislányom mondaná, tehát esőbe vertél sátrat, esőbe aludtál, esőbe főztél reggel, úgyhogy tartottuk a fóliát, egy üst volt, abba főtt a kakaó, a rántotta, a csilisbab, és minden egyéb, és egy kresztábla volt a fedele. Egy behajtani tilos kresztábla, ami egyben a szakácsnak az álláspontját is jelezte, hogy te oda ne hatolj be, és ne kóstolgass. Na, az egyik legpraktikusabb dolog, amit beszereztünk, Pomázon volt egy militári bolt, ahol 3000 forintért lehetett szovjet vegyvédelmi köppenyt kapni. Ami, ha ülsz a hajóba, akkor az teljesen ápol és eltakar, úgyhogy nem ázol egyáltalán, hát a kezed ázik egy kicsit, de isteni, volt ilyen terepszínű. És emlékszem egyszer néhány lezserrel, egy ilyen vasárnap délutáni álmos kisvárosba csörtettünk be, hatan, mezitláb, majdnem földig érő VV köpenybe. És akkor ment a hölgyeknek ez a Café Kuchen program, ugye, hogy itták azt a rossz filtertűte kávét, az, hogy egy ilyen gazdag nép hogy tud ilyen szar kávét inni, ez feldolgozhatatlan, tehát nincs szívük magukra költeni, na nem érdekes, és mártogatták bele a különböző sütiket, megláttak minket, hatunkat, és ilyen állókép alakult ki. Igen, Adenauernak igaza volt, kitört a harmadik világháború. Tehát a szovjet deszant partra szállt Ulmbej Picingenbe, vagy nem tudom, valamilyen rettenetes város volt. Na kérem szépen, volt egy csodálatos túratársunk, Ropszi. Ropszi sovány volt, ez összefüggött hobbiával. Ropszi iszogatott. És hát már egy ilyen elég súlyos fázisban volt. A túrák végén általában teljesen önkívületi állapotba került, 40 fokba feküdt a hátán a fűbe tűző napon, és azt nyögdécselte, hogy csak azt tudnám, hogy egy sörrel ittam-e többet, vagy kettővel. Ugye, tehát ismét egy ilyen komoly filozófiai alapvetés, tehát Ropsziban egy nagy gondolkodót is tisztelhettünk, a felesége verte természetesen,
és kapott tőle egyszer csak egy mobiltelefont. Nem azért kapott, mert a felesége ilyen rendes volt, vagy emberbaráti megfontolások vezették volna, hanem hogy tudja Ropit ellenőrizni. Na kérem szépen, elveszett a mobiltelefon, Ropi bejtette a vízbe, felesége megverte, kész. Na, elég az hozzá, hogy aztán a következő tavaszon egy barátunk nyitott egy ilyen vizitúra boltot Újpesten sátorfűtéssel, meg annyi fincsiséggel, és ott megláttunk egy nyakba akasztható, vízhatlan mobiltelefon tartót. Hát szívünk azonnal megmelegedett, mondtuk, hát ezt mi a Ropi barátunknak megvásároljuk. Így is tettünk, felesége megenyhült, kapott még egy telefont. Ropi annyira vigyázott az egész szezonba, hogy le nem vette a tartót a nyakából, ki se nyitotta, úgy telefonált, mint ahogy más tangó harmonikázik, tehát így lekuksizott, és így nézte, hanem, Gemencen voltunk, ilyenkor szeptemberben, és megint az egészet letette a Kenunak a padjára. Állítólag fürdeni akart, mosdással egybekötve, ami az ő szájából nem hangzott életszerűen. Ezt meg kell, hogy mondjam. Na, valamelyik hülye a másik hajóból belelépett, a Kenu megbillent, és láttuk, hogy a telefon a tartóval együtt így belepottyan a vízbe, csak itt most hosszabban tűnt el, mert időbe telt, amíg a zsinór átitatódik vízzel, és végleg el nem tűnik. Én megmondom őszintén, eljöttem. Tehát ezek után nem tudtam volna társaim szemébe nézni, úgy éreztem, a túra véget ért. 2 hét múlva a Spár előtt találkozom Ropival, aki egyébként dadog is. Mondom, Ropikám, mi van? Azt mondja, apikám, ide figyelj. 3 napig fogadta a hívást. Köszönöm szépen, ez a történet vége.